Január elején léphet hivatalba az új jobboldali kormány Izraelben. A leendő miniszterelnök Benjamin Netanyahu szerda éjszaka jelentette be, hogy sikerült megállapodnia a koalíciós partnerekkel a legfontosabb kérdésekről. A hatodik kormányát megalakító Benjamin Netanyahu stabilitást és biztonságot ígér az izraelieknek. Szeretném önt tájékoztatni arról, hogy a választáson elért jelentős támogatásnak köszönhetően sikerült megállapodnom egy új kormányról, amely Izrael minden polgárának érdekeit képviseli. Ezekkel a szavakkal számolt be az izraeli államfőnek a koalíciós tárgyalások sikeres lezárásáról a novemberi választáson győztes jobboldali tömb vezetője Benjamin Netanyahu. A politikus percekkel azelőtt hívta fel Yitzhak Herzog elnököt, hogy lejárt a kormányalakításra kiszabott idő. Jól lehet, a koalíciós megállapodásokat a pártok még nem írták alá, az elmúlt napok maratoni megbeszélésein sikerült megállapodniuk a lényeges kérdésekről. Benjamin Netanyahu november közepén vehette át az újabb kormányalakítási megbízást, miután az őt támogató jobboldali, ultranacionalista és ultraortodox pártok 64 mandátumot szereztek a 120 tagú parlamentben, a Knessetben. Három éven belül ez volt az ötödik választás Izraelben. Sajtóinformációk szerint a parlament elnöke, valamint a védelmi, illetve a külügyi tárca vezetője a jobboldali Likud politikusai közül kerül ki. Jól lehet, az új kabinet névsora még nem teljes, az már hetekkel ezelőtt kiderült, hogy a radikálisan jobboldali Zsidó Erő nevű párt vezetője az izraeli politika egyik fenegyerekeként ismert Itamar Ben-Gvir irányíthatja a kibővített jogkörű nemzetbiztonsági minisztériumot. Emiatt az ellenzék már most hevesen bírálja a leendő kormányt. Ben-Gvir ellen ugyanis korábban több mint 500 eljárás indult, garázdaság, uszítás vagy éppen a rendőri munka akadályozása miatt. A vallásos cionizmus nevű párt jelenlétét is aggasztónak tartják azok, akik a régóta szorgalmazott önálló palesztin állam létrejöttében látják a tartós megbékélés zálogát. Az új koalíció radikálisabb vonalat képviselő pártjai viszont ezt mereven elutasítják, miközben az elmúlt hónapokban ismét elharapózott az erőszak Izraelben és a ciszjordániai palesztin területen. A korábban 12 éven át kormányzó Benjamin Netanyahu stabilitást és biztonságot ígér az izraelieknek. Az egyelőre nem világos, hogy a kormányalakítás hogyan érinti a Benjamin Netanyahu ellen zajló korrupciós eljárást. A leendő miniszterelnök tagadja az ellene felhozott vádakat. Az új koalíció által javasolt igazságügyi reform pedig akár az ügy lezárásához is vezethet.